Már a nyitány sem volt mindennapi, a résztvevőket igazi különlegességekkel kápráztatták el a szervezők. Varga Csaba művészi teremkerékpár, Bajkor Fanni ritmikus gimnasztika, még Győri István ostor bemutatója adta meg az alaphangot a versenynek. A megméretést még 1952-ben rendezték meg először, igaz, a Spartakiádét azóta sportszakos hallgatók sporttalálkozójának hívják, de a cél nem változott, hazánk legjobb sportszakos hallgatói mérkőznek meg egymással, az idővel és persze saját magukkal. Úgy gondolom, hogy mindenhol szerezhetünk érmeket, 3 csapatsportág lesz, a kézilabda, a röplabda és a kosárlabda. Szerintem mindenhol felállunk a dobogó fokára, hogy hol állunk fel a legmagasabbra, azt még nem lehet tudni, de azért reménykedünk, hogy legalább 2 első helyet is fogunk szerezni. Atlétáink között is lesznek szerintem éremesélyes hallgatók, ha bár azért érkeztek válogatott sportolók is Szombathelyről, hogy ott tudjuk, hogy nagyon jó atléta élet van, de szerintem nálunk is lesz azért 1-2 nem csak aranyérem, hanem azért szerintem több érmet is fogunk szerezni. A találkozóra 6 felsőoktatási intézmény, közel 200 résztvevőt delegált, a csapatsportok mellett atlétika és úszás is szerepel a programban. Elhangzott, a versenysportok gyakorlásán túl a rendezvény kiváló alkalmat teremt a szakmai kapcsolatok elmélyítésére is.